Figyelem! Tűzoltóállomány! Vigyázz! Ezeres úr, Pajon László tűzoltó, ezeres, megyei tűzoltósági főterület jelentem, hogy a Tűzoltó és Polgári Védelmi Múzeum ünnepélyes megnyitására a meghívott és az elrendelt állomány együtt áll. Ma a kiállításunk új irányt vesz, bővül, egy nagyon érdekes teremmel, kiállítással áll a látogatók rendelkezésére, és tulajdonképpen választást kínál nekik, hogy tűzoltók vagy katonák lesznek. Köszönöm szépen! Néhány hónappal ezelőtt kaptunk egy lehetőséget, amivel úgy gondolom, hogy egy komoly hiány, egy jogos igényt szerettünk volna pótolni. Ez pedig az volt, hogy hozzunk létre Vas megyében található értékeket összegyűjtve egy olyan emlékhelyet, mondhatni azt, hogy múzeumot, ami elődjeink tiszteletében fogantatik meg, bemutatjuk a jövő nemzedéknek, hogy hogyan is dolgoztak, milyen értékeket teremtettek, és amire úgy gondolom, hogy méltán lehetünk együtt büszkék. Elővettük ezt a nagy vitorláshajót, beállítottuk a tenger közepére, és elkezdtük fújni. Elkezdtük fújni bele a szelet a vitorlákba, ketten-hárman, a végére egy emberként nagyon sokan fújtuk ezt a vitorlát, és úgy gondolom, hogy egy szinten följebb befutott az a kikötőbe az a vitorlás hajó. Én gyakran jártam itt az elmúlt napokban, és most is megmondom őszintén, kicsit úgy borsózik a hátam, kezem, mert méltán lehetünk büszkék arra, mert ha belegondolok abba, és látva a fönti kiállításnak az anyagát, hogyha ezt nem fogjuk össze, nem ismerjük fel ezt a jogos igényt, akkor talán pár éven később ezek az eszközök, tárgyi emlékek, dokumentumok talán eltűntek volna a földkerekségről. Ennyivel is kevésebb lenne Szombathely, ennyivel kevesebb lenne Vas megye. Én nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindnyájuknak, akik ezt a emlékhelynek a kialakításában hittek, tevékenykedtek, és létrehoztuk közösen Vas megye újabb értékét. Én mégis szeretnék azért kiemelni két olyan kollégát, akik egy kicsit jobban fújták ezt a vitorlát, egy kicsit akkor is fújták, amikor mi nem. Ez a két kollega pedig úgy gondolom, hogy olyan értékeket tett le az asztalra, ami mellett nem szabad elmenni külön köszönet nélkül. Az egyik kollega Szombathelyi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, Egyed László parazsides úr. A másik kollega pedig Kis Péter, ő a polgárvédelmi felügyelő Szombathelyi Kirendeltségnél. Én külön köszönöm. Már 2000 évvel ezelőtt is szükség volt azokra a férfiakra, akik, és hát ma már hölgyekre is természetesen, de akkoriban ugye férfi mesterség volt a katonáskodás. Ha valamilyen katasztrófa történt, akkor az egyetlen szervezett erő, a hadsereg sietett a nép segítségére, legyen az tűzvész vagy földrengés. Hosszú fejlődés után vált le a tűzoltóság a fegyveres testületek közül. Magyarországon ez a 19. század végén zajlott le, és külön érdekesség, hogy Szombathelyen ez a továbbfejlődés, ez a specializálódás odáig haladt, hogy a mentőket is a tűzoltók saját kebelükből alapították meg. Ez egy ismert történet, nemrégiben ünnepeltük ennek egy kerek évfordulóját. A Jagadics alezredes úr által mondottak tehát, hogy el kell dönteni, hogy tűzoltó lesz az ember vagy katona. Ez egy viszonylag új keletű döntés, mert hát régen a katonák voltak a tűzoltók is, és nagyon örülök annak, hogy ez a kollegiális összetartozás, ez megmaradt a szívekben, és ez a közös múzeum, ez a közös kiállítás, ezt mindenki számára világosan demonstrálja is. Köszönöm szépen, amit a tisztelt. Köszönöm szépen. Ezek pedig elkészültek a nemzetközi zászlóval kapcsolatos kis kiadványok.
elég komoly példányszámba, és szeretnénk ezt a városban megőrizni. Nyugodtan azért vannak kitéve. Kicsit segítettünk, mert elég nehezen van a kérdésben. Malom őszület volt, úgyhogy a fákjákat elvesztük, hogy megyünk a hozzuk fel, de hát nem akartam saját magam megőrizni. És elég mókás lett volna, hogy a tűzoltó múzeumot rögtön oldottak, úgyhogy ezt így nem kényszerű. Én egy pár gondolatot elmondanék maga a teremről, és igazából a szakavatott két kollégámnak a segítségét kérem, mert ők mindennel tisztában vannak, én pedig sok, megvallom őszintén, sok olyan műszerrel, emléktárgyal itt szembesültem, hogy igazából mik is ezek. Nem klasszikus múzeum, mert bizonyos paraméterek nem feleltünk meg. Nem is múzeumot, inkább egy emlékhelyet. Vas megyében fellelhető eszközöket, védőeszközöket, emléktárgyakat, fényképeket szerettünk volna megmutatni. És mint ahogy megnyitó beszédemben is hangsúlyoztam, hogy ezáltal is kicsit tisztelegve a múltnak, és mutassuk meg a jövőnek, hogy mik is voltak ezek. Nincsen külön az, hogy tűzoltós, nincs külön, hogy polgári védelmi. Egybe gondolkodunk, hiszen a katasztrófavédelem is egybeolvad, ugye most már. Péter, én szeretném, hogy mindenről egy kicsit beszéljünk, jó? Hogy mi micsoda, mire szolgál, már amennyire rálátunk itt a dolgokra, és akkor átadnám a szót neked. Köszönöm. Köszönöm szépen, igazgató úr, kérek engedélyt. A bejáratnál próbáltunk a két szervezetre utaló relikviákat elhelyezni. A bejárat, ahogy jövünk föl a lépcsőn, szerepelne a tárlatnak a jelmondata, hogyha esetleg lefelé tetszenek majd menni a vendégek, kedves vendégeink, akkor oda ki van írva, hogy elődeink öröksége, utódaink büszkesége. Ebben a témában próbáltuk ezt a múzeumot, ezt a kiállítást létrehozni a egyet kollégával. Tömlők, bontóbalták, valamint a múzeumnak a rövid leírása, ahová az imént aláírt szalag is felkerült. Mellette a homokzsákos védmű, az a polgári védelmi feladatokra, az árvízi védekezésre próbál egy kis utaló jelleget mutatni. Ahogy jövünk fel a bejáraton, a lépcsőtől balra itt velünk szembe a két előtt szervezet, a tűzoltóság, valamint a polgári védelem, illetve a mostani új katasztrófavédelem szervezetnek a logói vannak molinóra felfestve. Grafikus kolléganőnknek a jobb volt távol, sajnos most nem lehet itt. A molinók előtt próbáltunk olyan eszközöket elhelyezni, amik minden nap használatban voltak a elődeink kezeügyében. Ha végigmegyünk majd szépen lassan a tálaton, csak egy kicsit sokan vagyunk, akkor felfedezhetünk itt sugárzásmérő műszereket, gázelemző készülékeket, vegyi anyagot kimutató készülékeket, biológiai mintavevő készülékeket, valamint mentesítő készleteket, illetve a tárlatban, külön a vitrínben a Nádasdy Ferenc Múzeumnak a tűzoltó ajándékát, amit itt kiállíthattunk, köszönjük így utólag is nekik, valamint olyan egyéni, például orvosi táskát, ami az 50-es évekből származik, és akár egy komplet sebészeti műtétet lehetett vele elvégezni harctéri, vagy pedig romosodott környéken. Aztán tűzoltó védősisakoktól kezdve a zászlókig. A múzeumnak talán az egyik legnagyobb értéke az itt középen a fekvő tárlóban kialakított helyen lévő Szentgotthárdi önkéntes tűzoltó egyletnek a zászlaja 1882-ből. A hozzá kapcsolódó zászlószalagokkal, illetve a mennyezeti gerendára pedig a zászlószegekkel kivert rúdja látható. Itt mögöttem próbáltuk a kollégákkal a kornak, illetve a két előtt szervezet által viselt ruhákat, védőruhákat kiállítani. Egy picit talán zsúfolt a kiállítás, de az volt a cél, hogy minden, amit lehet, mindent összegyűjtsünk. Vas megyében a polgári védelmi relikviákból nincs több. Ennyi, amit össze lehetett szedni, össze tudtunk szedni. Tűzoltó relikviákból még van, de célunk az, hogy folyamatosan forgassuk a tárgyakat, folyamatosan megújítsuk a tárlatot. A bal sarokban, tőlem balra lévő sarokban ki lett alakítva egy parancsnoki harcálláspont, egy parancsnoki központ, írógéppel,
régi TBK-val, tehát vezetékes telefonnal, illetve különféle munkaokmányokkal. Fönt a falon a régi oktatótablók, illetve figyelemfelkeltő plakátok kerültek elhelyezésre, mintegy visszatükrözve az elmúlt 60-70-80-100 évnek a gondolkodásmódját, illetve az elmúlt 60-70-80-100 évnek az emberek felé közvetítendő lakosságvédelmi információit. Mellettük két asztalon került még kihelyezésre eszköz, méghozzá IH5-ös család sugárvédelmi, illetve sugárfelderítő eszközökkel, valamint ott igazgató úr mögött egy vegyi mintavevő készlettel. A kiállítást úgy terveztük meg egyet Alezredes úr kollégával, hogy ne csak a felnőtteknek, ne csak a látogatóknak nyújthasson olyan jellegű élményt, ne csak a szakmabeli látogatóknak nyújthasson élményt, hanem minden civil embernek. Ezért egy olvasó sarkot alakítottunk ki, ahol a régi szabályzatokat, amiket persze már nem titkosak, illetve lehet forgatni, régi folyóiratok, a szervezet életéről szóló, akár rendkívüli kiemelt események, illetve ott található még a vendégkönyv, amivel majd kérjük szépen, hogy aki úgy érzi, az egy pár sort írjon, hogyha tetszett neki a tárlat. Valamint a gyerekek számára az alsó szörnöki zászló alatt, itt a tőlem jobbra, pedig egy öltöző sarkot fogunk kialakítani, az most jelenleg a magán a megnyitó nem látható, de ki lesznek terítve védőruhák, ki lesznek terítve egyenruhák, amikbe a gyermekek majd beöltözhetnek, fölvehetik a gázálarcokat, fölvehetik a sisakokat, illetve fotózhatnak Mondival, a polgári védelem kaval állatával, és természetesen majd Trombival is, a tűzoltó elefánttal is. Igazgató úr, jelentem, befejeztem. Nagyon szépen, köszönöm. Ezeket nem tudtam volna így ilyen precízen elmondani. Egy gondolat még engedjenek meg, itt nagyon sokat voltam, mint ahogy mondtam lent egy szinten lejjebb, hogy az elmúlt napokban, és bevallom őszintén, nagyon sok mindent elolvastam, belenéztem, megfogtam. Én ezeket javaslom önöknek is, már csak azért is, mert volt szerencsém megismerni Vas megyében nyugállományú, valamikori polgári védelmi vagy tűzoltó kollégákat, és nagyon-nagyon sok dokumentációban a tettüket, a nevüket megleltem, és megmondom őszintén, büszkeséggel töltött el, már csak azért is, mert jó párukat látom most itt közöttünk. Ezt köszönöm, külön köszönöm nekik. Azt hiszem, hogy a megnyitón elfelejtettem egy nagyon-nagyon fontos dolgot mondani, és megköszönjük nekik, az önkénteseknek a munkáját. Már csak azért is, mert ezek a tárgyak nem a mi tulajdonunkat képezik, hanem az önkénteseknek, a területen kint lévő kicsi tűzoltóknak az összegyűjtött erekjéit láthatóak nagy részben itt. Ezt nem foglaltuk le, hanem kölcsönkértük, ez az ő tulajdonuk, de mindegyik érezte ennek a súlyát, hogy itt van egy lehetőség, amivel élni kell, be lehet mutatni. És úgy gondolom, hogy már a végén azzal küzdöttünk, hogy mit ne állítsunk ki, mert annyi érték, annyi erekje jött össze, úgyhogy szeretnénk majd tovább terjeszkedni. Ez a jövőnek a célja. Köszönöm szépen. Én javaslom, hogy nyugodtan fogjanak meg mindent, kérdezzenek, nézzék, szagolják, simogassák. Csak ne vigyék el. Köszönöm szépen!